Pál Dénes a The Voice Magyarország hangja című tehetségkutató műsorban tűnt fel. A mély érzésekkel teli, csendesen elmélkedő, szerénységével és egyedi hangjával hódító fiú az Agárdi Szilvivel előadott duett után első számú közönségkedvencé lépett elő, és győztesként fejezte be a műsort. Városunkban az Aqua Palace-ban is bebizonyította a közönségnek, hogy megérdemelten nyerte meg a versenyt. Pál Dénes exkluzív interjút adott televíziónknak. Soha nem voltam ilyen helyen fellépni. Ilyen helyre inkább az ember csak kikapcsolódni jön, és illetve úszni, jól érezni magát. Én nagyon jól éreztem magamat. Hát egy kicsikét nehéz volt így ekkora páratartalom mellett, de én úgy érzem, hogy azért a körülményekhez képest sikerült jó műsort csinálni. Örültem, hogy a közönség is örült, és hogy szerette a dalokat. Igazság szerint ez egy kicsikét kihívás volt ilyen hűségbe, meg hát Zakóba ekkora pártartalma nem a legjobb énekelni, de én elvesztem, úgyhogy nagyon jó volt. Térjünk rá egy kicsit a Voice-ra, azóta eltelt már egy kis idő, mennyiben változott a te életed a korábbiakhoz képest? Hát igazság szerint sokkal pörgősebb lett, tehát én úgy érzem, hogy kevesebb időm van pihenni, mint a műsoridő alatt, bár akkor is kevés volt, de azért igyekszem azokat a pillanatokat megkeresni, amikor egy kicsit felszonszanhatok. Ez nem panasz, vagy semmi más, egyszerűen csak arról van szó, hogy az ember úgy tudja a maximumot hozni, hogyha egy kicsikét előtte rápihen. Én azért igyekszem mindig kitenni magamért is, igazság szerint. Nagyon élvezem, hogy ennyi felkérés van, és hogy ennyire szeretnek, mert igazából izgul az ember, amikor benne van egy műsorban, hogy ugye hétről hétre kell teljesíteni, de az, hogy onnan kikerül, és ugye meg tudja állni a helyét a nagyvilágban, az egy másik nagy kérdés. Én úgy érzem, hogy szeretnek annyian, hogy most sikerül elindulni ezen az egyéni előadói pályán, és ezt szeretném most így megalapozni, építgetni. Mi az, amit még tervezel, valamilyen kulisszatitkot elárulnál-e a hajdúszoboszlói nézőknek, hogy mivel készülsz most a közeljövőben? Hát a közeljövőben, ami viszont nem kulisszatitok, de tudhatják a hajdúszoboszlóiak, illetve a nézők is, hogy ugye most Gőzerővel készülünk a dal második fordulójára. Ezen kívül 18-án fog megjelenni a válogatás lemez, ami ugye a műsornak a dalai eleveníti fel, illetve szeretnék, ami viszont egy kicsit kulisszatitok, hogy már körvonalazódik nagyjából egy dal, amire készülünk, és hát úgy néz ki, hogy a jövő hét, vagy azutáni héten már elkezdődnek ezzel kapcsolatos munkák, és rövid időn belül hallhatnak egy olyan dalt tőlem, amit még eddig nem, egy ilyen saját szerzeményt, úgyhogy talán ennyi titkot elárulhatok, de igazság szerint majd ezt tovább folytatva egy lemezen is fogunk dolgozni. Azt még előre nem tudom megmondani, hogy ez idén megjelenik el, de bízom benne, úgyhogy ezen leszünk most. Megkérhetnélek rá esetleg, hogy ebből a dalból egy sort vagy egy másfél sort elénekelnél így a kapella a hajdúszoboszlói tévénézőknek? Hát nagyon szívesen énekelnék ebből a dalból, ha lenne még szövege. Igazság szerint a maga a dal úgy néz ki, hogy az, ami megvan, és a szövegét azt én személy szerint nem szeretném elkapkodni, nem szeretném, hogyha egy ilyen összecsapott valami lenne, hogy most dátumra, egy konkrét dátumra legyen elkészítve, hanem tényleg akkor legyen kész ez a dal, amikor én is úgy érzem, hogy,
hogy megérett arra, hogy bemutatásra kerüljön. Úgyhogy ha elkészül ez a dal, akkor nem csak két sort, hanem az egész dalt is nagyon szívesen el fogom énekelni. Hajdúszoboszlói nézőknek üzenem, hogy ha eddig is tetszett a munkásságom, akkor ezután is kövessétek. 18-án megjelenik a válogatás lemezem. Remélem, hogy tetszeni fog, és a jövőben is készülünk, dolgozunk egy új CD-n. Úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek addig is. Ha alkalmatok nyílik rá, akkor kövessétek az én fellépéseimet. Sziasztok!